Jó napot, sziasztok, örülök, hogy velünk vagytok, és egy Ford K-t nézzünk meg akkor így együtt közösen. Az autót 2006-ban gyártották, Feri és Peti szerint is, hiszen velünk vannak mindig. A szerviz könyvéből ugye kiderült, hogy 2006-os forgalmazása, és még más is kiderült, méghozzá Peti kollégám talált itt valamit, a szerviz könyve egyéb bejegyzései után még egy kis certit itt benne megtaláltunk, szerencsére 126 ezer kilométeres korában, ugye most 148 van benne, mindjárt megnézzük, 142 van benne, és ugye könnyen indul, látszik, szépen üzemel, tehát akkor 126 ezeres kilométeres korában, 2017-ben le is szervizelték az autót, úgyhogy szépen nyugodtan dolgozik benne a 60 lóerős 1.3-as benzinmotor, nagyon szép a kormánya, nincsen megkopva sehol, és ABS-t is láttatok ott felvillanni egy pillanat, de mindjárt még egyszer megmutatom. Ugye ott fönt jobb oldalon, már el is alszik benne minden, szépen jár benne a motor, nagyon jó, kellemesen lehet vele autózni, mert ez a kis kasznit nagyon szépen viszi ez a moci. Légzsákból találtok itt bal oldalon, jobb oldalon légzsákot, és ugye van oldal légzsák is, amit már is megmutatok. Van egy ilyen kis dögös óra benne, CD rádió Blaupunkt márkájú, ami jól szól, fűtés, kapcsolók, és a kötvényszóró hátra, meg a, ugye a hátsó ablak fűtése, ötös váltó, amúgy nagyon szép a belseje, itt a szervizkönyv, egy gépkönyv leírás, Feri és Peti kollégám szépen mindent átnézegettek már, az autónknak az ülése állítható magassággal rendelkezik, amúgy nagyon szép üléses, nincsen kiülve, kiszakítva, és mutatom az oldallégzsáknak a címkéjét. Ugye három ajtós, tehát így tudtok szépen beugrálni oda hátra, még ketten. A hátsó ablak, ez a pillangó, ez ki lehet nyitni. Pár centire kinyílik. Amúgy kék színű, mint látjátok, tehát sötét kék színű autót nézegettünk. Csomagtartójába is betekintünk, de ezt nézzük meg, ez egy Hankook márkájú. Én azt gondolom, hogy ezt most tették fel, nem olyan régen rá, ez teljesen újszerű állapotban van. Az autónknak a hátsó része teljesen tiszta, rendben van, kalaptartója megvan. Be is csukjuk egy picit a járgányunkat, és akkor betekintünk ide a motortérbe is. Koncertot megkérjük, hogy nyissa ki, legyen szíves az autónak az elejét. Hát, ha sikerül neki. Na, itt találtam egy másik címkét, ez ugyanaz a 2017 7. havi 126 ezerről, szaki oda bele, ragazgatta itt egy 2015-ös bejegyzéssel, láttok egy matricát, tényleg foglalkoztak az autóval. Szépen ketyerészik, szervótartály, tékolajtartály, és tényleg csendes jár benne ez az új Ford motor. Úgyhogy bátran gyertek el hozzánk az M3 autóparkba, ahol egy jó kis Ford K fog benneteket várni. Nagyon jó gumikkal és nagyon szép tiszta belsővel. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Nyomjatok a végére egy ilyen jelet, amit megköszönök nektek is. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Viszontlátásra, sziasztok!